Üdvözlet mindenkinek, 2023. január 2-a van az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal az űrállomással fogunk foglalkozni, illetve az azon eltöltött karácsonyról, valamint megosztanék néhány információt, amit így a, ez alatt a rövid kutatás alatt találtam az űrrel, illetve minden űrkutatással kapcsolatos dologról. Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Nézzük meg ezt a rövid videó bejátszást, mert szerintem ez tanulságos, ezt meg aztán mutatok egy másikat is arra nézést, hogy valami nem stimmel az űrkutatással kapcsolatban, ugyanis a számok azok egyáltalán nem működnek. 17 ezer szatellit vagyis műhold mióta rakétát feltalálták, ennyit lőttek fel állítólag. 17 ezer darabot. That would be over two launches a day, do you believe it? Két naponta kettő darabot kellene ez kilőni valahonnan a világban, úgy, hogy három-négy havonta egyet kilőnek Cape Canaveral Amerikában. Ha honnan jön össze, akkor az a napi kettő, hogyha 17 ezer van azóta, mióta van rakéta, napi kettőt kiklődöznek föl akkor? Forty-two years ago was the last time that we had a full sunlit picture of the Earth. Forty-two years ago was the last time that we had a full sunlit picture of the Earth. Forty-two years ago was the last time that we had a full sunlit picture of the Earth. Forty-two was the nap világította a kép a földről, amikor a teljes földet felvették. 42 évvel ezelőtt. Most, hogy mikor mikortól van ez, teljesen mindegy, de a 2010-es évek körülbelül, amiről beszél. ki lehet számolni. 42 éve. Akkor mi a többi vajon? 42 év. By the Apollo 17 astronauts on the face of the moon. Apollo 17 a Holdról fényképezte ezt. And they got the Earth just at the exact time. Full, one half of the Earth, lit by the sun, behind the astronauts on the moon. És ugye ez teljesen a nap az astronauták fölött volt, mögötte, a hold mögött, és onnan világította meg a földet, így, így le tudták fényképezni telibe. Ez 42 éve volt. That's the last time we have a full live picture. Ez az utolsó kép élőben, ami egy valós kép a Földről, 42 évvel ezelőtt. Apollo 17 az 1972-ben volt. A 72-től kellett várni 42 évet arra, hogy egy újabb képet készítsenek úgy, hogy közben állítólag 17 ezer darab ilyen műholdat fellőttek már, meg ott élnek az űrállomáson, meg karácsonyozgatnak az emberek, meg mit tudom én, mit csinálnak, mindenhol, meg a marsra járunk, és közben egy képet nem tudnak csinálni, egy rendes képet a Holdról. Szóval akkor honnan van a többi kép? Feltetnénk a kérdést. The earth. We've had many other pictures. Volt számos más képünk azóta. But what they are is there's a strip here and a snippet there and they're all stitched together. Egy csík innen, egy darab onnan, és ezt az egészet egybe kell aztán tűzni, és így kapjuk meg a felvételeket, amik a Földről készülnek. Even times, Különböző időben készült fényképek ezek, to make a of what the earth looks like. hogy kapjunk egy ilyen kompozitot arról, hogy hogy néz ki talán a Föld even though they're taken at different times to make a composite of what the earth simulated looks like. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. What this satellite discover will do és akkor fellövik most ezt a Discover műholdat, ami majd képes lesz fényképeket készíteni a Földről folyamatosan, de amit eddig láttunk a 42 év alatt, amit a 42 év alatt mutattak nekünk, az egyik se volt valós felvétel a Földről, csak részletek. Szóval, hogy létezik az? Hogyan lehetséges az, hogy ott vagyunk az űrben 40 éve-50 éve. Majdnem a második otthonunk lassan elhitetik velünk, már egyfajtában lövik a rakétákat, de még egy rendes képet nem sikerült azóta csinálni róla. Erre adjon valaki magyarázatot valami szakértő. As it's camera straight back at Earth. Szóval a t fellövik, és majd a kamera visszanéz egy -az egybe a földre. Taking about 13. photographs in a 24-hour period. Készít, majd egy 24 órás idő alatt, alatt. since the satellite is between earth and sun, looking back with the telephoto lens, it will always see the sunlit side of the whole side of. <laughs> Ugye azt akarja magyarázni, hogy majd a nap és a föld között lesz, és néz vissza fel a földre, és a nap világítja a földet, szóval tökéletesen látni fogjuk, és le fogja tudni fényképezni. The earth, Ahogyan ugye a föld forog a tengelye körül, meg kering közben a nap körül. A new perspective. És ez majd ad nekünk egy átfogó képet arról, hogy hogyan is néz ki ez a bolygó, a föld, amin élünk. Like daily basis, every two hours. És hogyan is néz ez ki napi szinten két óránkénti felvételekkel. Jim. Az egészet ezek a képek indították el, nem pontosan ez. Ez ugye űrkarácsony címmel szerepel az Index december 25 i cikkében. Az első karácsonyfa az űrben, Gerald P. Carr, blablabla, bla, bla, űrhajósok 1973-ban a NASA Skylab fedélzetén töltötték az ünnepeket, amely Amerika első űrállomása volt. A stáb megmaradt ételtartókból állított össze egy fát színes matricákkal díszítette fel. Most nem akarom túl hangsúlyozni azt, hogy ezek ilyen szabadkőműves megmozdulások, mert ezt utána tud nézni mindenki, hogyha szeretné, ez 99 a Discovery űrsikló fedélzetén. A következő kép, ez 94 szilvesztere, ahol űrpesgőről van szó, ez pedig 1997, ez Hanuka, a Mir Expedíció 24 repülőmérnöke és űrhajósa egy menorával ünnepli ezt az eseményt. A NASA 2001-es karácsonyi fotón, 2003-ban a NASA és a Roscosmos űrhajósa szintén karácsonyt ünnepel, ez 2004 szilvesztere, ugyancsak orosz-amerikai összefogás én azt szeretném ezzel demonstrálni egyrészt, most az mellett, hogy ez egy nevetséges dolog, ez 2006 egyébként a NASA és a Roscosmos űrhajósai karácsonykor, ez szintén valamilyen bohózat, nem tudom, hogy pontosan japán űrkutatási ügynökség, öttagú expedíciója, emellett még a Roscosmos, illetve a NASA űrhajósai is ünnepelték a karácsonyt 2009-ben. Vacsora asztal az űrben. Az űr, hogy, le, hogy lehet az űrben vacsorázni? Hogy képzeli az bárki is el, hogy leülnek egy asztal? Minek asztal? Mikor úgy sem marad semmi az asztalon. Gondolkozott már ezen valaki? Teljesen fölösleges asztalt használni, hogyha úgyis minden szétrepül, hogyha, vagy ha csak nem oda mágnesezik, vagy ragasztják valahogy. De ez a baj, hogy nem is gondolkozik senki. 2016 Európai űrügynökség. A másik dolog, amit szeretnék még, az, az ott az asztalon, ott vannak a dolgok. Biztos oda van ragasztva, meg ki van találva, de hát... Victory. Szóval mindegy. Ez télapó, de karácsony, nem tudom minek minősül ez 2018. És akkor itt megint csak ezek már ismerősebb bohócok, Ez a NASA 2012 karácsonya. Ez pedig Európai Ügynökség és a MIR... Megosztja a karácsonyi üzeneteket, ez pedig nem is tudom pontosan mi, de ez új év, ha jól látom, ahol fejjel lefele harmonikáznak, meg esznek az emberek fejjel lefele. 2021, ez karácsony. Nem tudom, hogy más is észrevette ezt a jelenséget a hazugságokkal kapcsolatban, de amikor az ember elkezd egy hazugságot, az elindít egy láncolatát a folyamatnak, amikor, amiből már nagyon nehéz kiszállni. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Nagyon nehéz kiszállni abból, hogy anélkül, hogy ne ismerném be azt, hogy, hogy ez egy hazugság. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Ki kell találni újabbakat az első hazugság fedezésére, el kell ferdíteni a valóságot, illetve ha nem is találok ki újabb a hazugságokat, de eltitkolok dolgokat, vagy, vagy, megosztok olyan dolgokat, amik esetleg nem tartoznak arra az emberre, stb. De ha, ha ez megy éveken, évtizedeken keresztül, akkor azt szerintem egy ilyen skizofrén elmét kell, hogy valamiféleképpen eredményezzen, mint ahogy az van is a, a világban. Most ez esetben a náza, de, de ez érvényes lehet az élet minden fontosabb területére, amit az ellenség által vezérelt emberek irányítanak. Szóval elkezdődött ez a hazugság, hogy a Föld egy gömb, és onnantól kezdve gyártani kell ezeket a hazug híreket, meg információkat. Ez például december 25 rakétapontú sokan töltik távol a Földtől az ünnepi időszakot. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Ez Expedition 68, és brokkoli lesz az ajándék számukra. Van itt egy rövid történelem lecke 1968-ból, ami az első űrkarácsony volt, ez az Apollo 8, jó voltából, de aztán 2000 óta már folyamatosan karácsonyoznak az űrben emberek megszakítás nélkül. Itt van egy rövid videó azzal a kapcsolatban, hogy mennyire egyszerű megcsinálni most már ezeket a felvételeket. Valaki csak fellógat egy zöld táblát az otthonában, ez nem működik, mert ugye zöld az a kis karakter, tegyünk oda egy kéket, Bum, viszlát. Tessék. És ennyi. Nyilván el lehet még egyengetni itt-ott, hogy ne látszódjon ez, az, amaz, mit tudom én, mi. De csak azt szeretném, hogyha mindenki érzékelni, hogy ehhez már nem kell egy hatalmas aparátus. Most akkor képzelje el bárki azt, hogy mire képes a NASA azzal a kerettel, meg infrastruktúrával, ami rendelkezésére áll. Persze én értem, hogy ez, ez nem a legmeggyőzőbb volt, az a kutyás, de hogyha így készülnek a filmek, nem utazik el az egész tábba már, legalábbis én kizártnak tartom. Ja, igen. És az új technológia pedig az, hogy mögé teszik ezt a képernyőt, hogyha jól értelmeztem, mert azt fogják most majd mutogatni, hogy a filmekben is úgy készül ez, hogy kivetítik oda a hátteret, vagy bármit, amit akarnak. Szóval ezt meg lehet csinálni, amennyire ebből kiderül valós időben. Akkor az, amit látunk az űrállomáson, mint ahogy most is demonstrálják, hogy ez vetítve van, ez a, ez a háttér. Szóval, hogyha meg lehet csinálni ezt egy filmben, akkor ugyanúgy meg lehet csinálni az űrállomáson, mint ahogy szerintem ez így működik itt is. És mindig is így működött, hogy a technológia volt az, aminek a segítségével megoldották. Lehet, hogy egy ideig zónó repülés kellett végrehajtani egy gépnek, meg fölvenni külön, zöld háttéren, stb. De mára ez szükségtelen az egész. Lehet, hogy ott van egy nagy képernyő, amire csak vetítik ki a hátteret, ők meg itt bohóckodnak előtte. Szóval ez nem olyan nagy dolog, mint ahogy a többség gondolná. Az meg, hogy úszik néha itt egy-egy mikrofon, meg chips, meg az ott lebeg, meg akármi. Végtelen videót mutattam már, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. De mutatok egy következőt. Ezt viszont tényleg fel kell gyorsítanom, mert ez különben nagyon lassú. Ez, ez egy magán gyártmány, amennyire én értem, ez Adobe After Effects, ez a program, amit használ. És ő maga valós időben ott lebeg a zöld háttér, meg az a zöld dobozon a zöld háttér előtt, így ahogy most látjuk, egy gyerek, a gyereke tartja, ez egy házi projekt, ez az egész. És közben mutatja be azt nekünk, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy az ember ott lebegjen az űrállomáson, és mindenki azt gondolja, hogy ő egy űrhajós, és közben chipset egyen. Nem azt mondom, hogy ez nem kell semmiféle tudás, és bárki meg tudja csinálni, de hogyha ez így van, már pedig úgy tűnik, akkor akárki meg tudná tanulni, és saját magát oda tehetné az űrállomásra, és akkor ott lebeghetne. Szóval, jó, persze mondhatnánk, hogy te fölvehetik ott, és igen, én azt szeretném demonstrálni, hogy egy videó az nem bizonyíték arra, hogy valaki valóban ott van. És hogyha esetleg vannak olyan ismerőseink, akik nyitottabb gondolkodásúak, akkor lehet, hogy érdemes megpróbálni ezeket a videókat bemutatni nekik, elmagyarázni ezeket az ismereteket, és hát, ha akkor megértik, hogy nem minden úgy van, ahogy ők azt gondolják, meg ahogy ők azt képzelték. És itt van, ahogy beúszik a chips a képbe, a zöld háttér előtt, de a, a, ugye ott van, hogy aktív kamera. Tehát veszi ezt a kamera, és a, a program áthelyező a képet erre a, hátt, erre a mesterséges háttérre. És a chips egyszerűen csak beúszik, mint ahogy, ahogy azt láttuk már oly sokszor az űrállomás esetében. Miközben azt egy ilyen horgászboton lóg, damilokon. És közben ez az ember meg elvegeti meg a chipseket, mint hogyha az űrben lenne. Tessék! ezek a nagy űrfelvételek, amiket mindenki mutogat, hogy ah, már pedig ez így van. Tessék, itt van, ugyanúgy csinálják ezt is. Csak elhitetik velünk, hogy ők ott vannak. De ugyanez a bohózat zajlik. Mikulás sapkában vannak. Ez az egész egy bohózat, egy nevetséges dolog. Itt van egy másik ugyanerről a bohózatról, ez greendex.hu, egy nap alatt 16 karácsony az űrben. Nemzetközi űrállomáson az ünnepek alatt sem átla az élet, folyamatosan jelen van a legénység, végzik munkájukat, de természetesen karácsonykor és új évkor megadják a módját az ünneplésnek. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Nézzük meg, hogyan ünnepeltek az asztronauták az űrben. kezdetektől fogva ment ez a, ez a vakítás, meg ez a megtévesztés. Végtelen hülyeséget kitaláltak az első karácsony, It van Apollo 8 egy rövid videó, Message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light, and there was light. and God saw the light, They was good, divided the light from the darkness. Jó, ebből talán elég. Ez volt a kezdetek. Í így volt az első karácsony, ez egyébként egy Mózes első könyve teremtés kezdete, mikor a fényt teremti Elohim, ezt olvasta föl angolul. Csak azt szerettem volna, akkor még elég volt az embereknek ennyi, mert akkor úgy gondolták, hogy ezt fogják hazudni. A probléma az lett ugye időközben, hogy a technológia elkezdett fejlődni, így tehát már nem volt elég ez a szánalmas produkció, hanem egy, egyre fejlettebb dolgokat kellett kitalálni. Ez egy ipar ág a NASA, meg az összes úgynevezett űrállomás, meg űrkutatási intézet azon dolgozik, hogy kitalálják ezeket a fiktív történeteket. Nem azt akarom mondani, hogy mindenki, aki ott dolgozik, be van avatva. Nem azt mondom, szóval nem mondja senki azt, hogy a oh, mindenki nem hazudhat. Igen, tudom, hogy mindenki nem hazudhat, nem kell, hogy mindenki hazudjon, elég, hogy csak azok hazudnak, akik a legközelebb vannak a tűzhöz. Itt például minden az asztalon van csodálatos módon, de ők lebegnek, persze gondolom ragasztva, hogy mágnes alma, nem tudom, de a lényeg az, hogy ez mind-mind hazugság. És szépen az évek során újra és újra eljátszották azt az ökörséget is mind a mai napig ez megy, mert nem lehet megállni. Ha az ember elkezd hazudni, akkor utána nem tud azzal már megállni. De a másik, amiért csinálják, az az, amit mindjárt megmutatok egy, egy videón, hogy ismétlé... azt mondják ismétlés a tudás adja, ezt ismeri mindenki. Minél többször hallok, meg látok valamit, annál inkább bemegy az elménbe. És azáltal, hogy a hivatalos szervek közlik ezt az információt, mi úgy veszük, hogy ez tény legalábbis a többség. Így az emberek fejében az él, hogy az űrkutatás valós, hisz a tényeket közlő hatóság az, ahonnan származik az információ. Újra és újra jönnek ezek az információk. Kénytelenek ezt a hazugságot játszani tovább, de nem csak kénytelenek, hanem ezáltal az ismétlés által ez az emberek elméjében Now, the first way we've all learned is through the process of repetition. 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 Ever since we were babies, when we learn how to speak, when we learn how to walk, when we learn any actions at all, it comes through the process of repetition. Through our whole lives, we continue to learn through that process of repetition. Now, think about it in your jobs. When you started Ismétlés által tanul az ember. Tessék, ott van. Ismétlés. Folyamatosan újra és újra jön ugyanaz a maszlag különböző verziója annak. Így tanultuk meg, hogy a NASA, a Roscosmos, az űrkutatás, az ISS, az európai űrállomás, Apollo, a Mars, Elon Musk, Amazon, Blue Origin, meg ezek a dolgok. Folyamatosan ismétlik nekünk ezt, és így ez tény mindenki számára. Bizonyítékok teljes hiánya nélkül. És még mindig együtt dolgozik a NASA, és a rossz Kozmosz, annak ellenére, hogy háborúznak egymás ellen tőlünk néhány száz kilométerre. Most ezúttal valami szivárgásról van szó, az űrhajó feltehetően egy mikrometeorral ütközhetett. <Sessz> 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 jár, járvány, járvány, matematikusok. The catapult, the propaganda. Szerdán késő este két űrhajós készült arra, hogy kilépjen az űrállomásból a világűrbe, mikor észrevették, hogy az orosz szektornál dokkoló űrhajóból hűtő folyadék szivárog. Én vagyok fizikus vagy szakember, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy lehetséges olyan eset, amikor a vákumban az űrben minusz 270 fokon valami folyadék szivárog bárhonnan is, és az nem repül miszlikbe. De biztos van, aki meg tudja ezt magyarázni, hogy, hogy hogyan van, de itt szivárogatnak a folyadékok az űrben. Szivárog a hűtőfolyadék, az űrben számol be erről a HVG. Ezt, ezt nem is értem, hogy hogy lehet ezt komolyan venni, hogy ilyen létezik. Nem javáztatok senkit azért, hogyha meggyőznek bárkit is ezek a felvételek, amiket az űrállomásról lát, de itt van egy újabb demonstrációja annak, hogy hogyan lehet ezt elkészíteni házi felszerelésekkel. Jukakat kell ütni erre a fekete, akármire ez lesz a csillagok, egy zöld rúdra fölhelyezni ezt a űrhajót, elcsúsztatni előtte a kamerát, számítógéppen ráhelyezni a két képet egymásra, és tessék, meg lehet csinálni otthon mindezt, mindenféle stúdió felszerelés nélkül. Itt vannak azok a legendás felvételek az űrállomásról, a földi irányítóközpontról, majd ezekről a bohócokról. Mindig egy-egy ilyen mutatványt be kell az embereknek itt adagolni szépen, mint egy ilyen előre bukfenc, meg mit tudom én mi, hogy, hogy világos legyen az, hogy hogy ezek az űrben vannak. Ez demonstrálja, vagy ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy ezek fönn vannak. Ezen kívül semmi más nincsen. Abszolút zéró bizonyíték áll rendelkezésre arra, hogy ez valóban megtörténik. Ha ezek a felvételek nem lennének, meg nem csinálná ezt a bohóságot, amit csinál, akkor többség szerintem nem is fogadná el, hogy ez valós. Zárásul itt van még egy program, ez IMovie, amivel szintén lehet ilyen zöld hátteret. Pillanatok az egész, megvan az összes sablon, hogyha minimális időt rászánunk, akkor szerintem bárki ezt el tudja készíteni, hogyha szeretné. Ez a program csak összerakja a két képet, utána vannak automatikus beállítások, amiket csak ide-oda állítgatunk, aztán kiszűri ezeket a hibákat a képből, de Láthatja bárki, hogy ez nem olyan nagy munka már ma, hogy valami meggyőzőt tudjunk elkészíteni. Ahogy mondtam itt, már egy másik technológia az, amit használnak, ezek led falak a háttérben, és kivetítik oda azt a képet vagy videót, amit szeretnének, és úgy rögzítik a felvételt, míg itt még. Ugye alkalmazták ezt a primitív verziót a Relatíva régi James Bondban. A mai technológiával bármit el lehet hitetni az emberekkel. Azt hiszem, hogy olyan dolgok léteznek, amikről mi nem is tudunk. De az biztos, hogy az emberek többsége még arról sem tud, amiről lehetne tudni. A cél az, mint minden esetben ezekkel a videókkal, hogy legalább gondolkozásra késztessek mindenkit, vagy azokat, akik hajlandóak erre, vagy szeretnének gondolkodni, akiket érdekel a világ, akik még képesek azt gondolják megérteni azt, ami körülöttünk zajlik. És hogyha ez sikerült ezúttal, akkor az nagyszerű. Én hálát adok az atyának azért, hogy támogat engem mindvégig ezen az úton, és én bízom benne, hogy megtalálják mindazok, akik őszintén keresik az igazságot, mert az lenne a cél, hogy visszatérjünk hozzá az ő elgondolásához, az ő törvényeihez, instrukcióihoz, az, ahhoz az életmódhoz, amit ő elképzelt nekünk. Nem pedig ezt a hazugságot figyeljük, ami körbevesz minket minden oldalról, és próbálja elhitetni velünk, hogy mi valamiféle beszélő majmok vagyunk, akik hozzáragadtak egy űrben szágoldó kődarabhoz, ami a semmiből alakult ki egy pillantásra. Teremtő a háttérből munkálkodik, és azt szeretné, hogy mindenki megtalálja őt, még amit nekünk eladnak. Az az a verzió, hogy senkik vagyunk, akinek az élete nem ér semmit, nem számít semmit, véletlen, hogy itt vagyunk, és ugyanúgy el is múlunk, miközben ez nem is lehetne távolabb a valóságtól. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, hamarosan újra jelentkezem, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!